A Bonyhádi Völgységi Múzeumban az esemény alkalmával nem csak az állandó kiállítást tekinthették meg a látogatók, hanem éjszakai barangolással, tárlatvezetéssel készültek az intézmény dolgozói. De a gyerekek sem maradtak ki a sorból, hiszen játszhattak, és felállítottak egy honfoglalás korát idéző nomád sátrat is. Most az egyik fő attrakciónk az a Néprajzi Múzeum vándorkiállítása, ami a Tűzoltó Múzeumban tekinthető meg. Ma lesz ennek egy ünnepélyes megnyitója. Maga a kiállítás az augusztus végéig, egész pontosan augusztus 30-áig péntekig tekinthető meg. Illetve lesznek táncos, zenés programok, lángos, gyerekjátékok, egy életnagyságú jurtát építettünk, ahogy itt a hátam mögött látszik. Tárlatvezetéseket tartunk, hát egyszerre találkozik a kultúra a népszerű programokkal, igyekszünk mindenkit megszólítani, igyekszünk mindenkinek egy nehezen felejthető élményt adni, a szép emléket a mai nappal. Tavaly egy nagyon jó évet zártunk, tavaly több mint 400-an voltunk a mintegy fél délutára kiterjedő programunkon. Ez szerintem egy nagyon jó indikátor. Évről évre egyre, mindig egy kicsivel többen vagyunk, egy kicsit több ember sikerül megszólítani, egy kicsit többen jönnek el megnézni, hogy hát akkor mi is ez a sokféle program, amit itt csinálunk. Ugye az elmúlt években, csak ugye teljesség igénye nélkül, volt VR sátor, volt mindenféle tűzoltóhoz kapcsolódó program, füstsátorok voltak, ki lehetett próbálni hagyományőrző fegyvereket, voltak hagyományőrzők is, nemzetőrség, ősmagyarokhoz kapcsolódó, voltak előadások, volt egy időszaki kiállításunk is, igyekszünk mindig valami újat csinálni. Ugye az, hogy csinálunk egy ilyen kimagasló programot, egy országos programsorozathoz csatlakozunk, ezzel felhívjuk egy kicsit a figyelmet a múzeumra. Minden évben egy kicsit több diákcsoport keres föl minket, a látogatószámunk az szerény, de folyamatosan nő. Tehát én azt hiszem, hogy igen, ez mindenképp az egyik olyan faktor, ami miatt egyre többen keresnek föl minket. Filóni Ferenc Ibolya, a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. De az biztos, hogy mindig Szent Iván éjszakájához, a leghosszabb éjszakához, legközelebb szombat, az mindig a múzeumok éjszakája, és nagy öröm számunkra, hogy itt Bonyhádon csatlakoztunk ahhoz a kezdeményezéshez, ami nem csak Magyarországon, egész Európa szerte minden múzeumot jellemez ezen a leghosszabb szombat éjszakán. Én szívből kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát. Köszönöm mindazoknak, akik a részvételükkel gazdagítják ezt a programot, hiszen itt vannak a székelykörösök, a fiatalok és a még fiatalabbak is, akik majd szórakoztatják a meglévő közönségünket. És szeretném megköszönni a múzeum valamennyi dolgozójának, aki most már nagyon régóta ezt tervezte, ezt a programot. Nem az elsőt, és nem is az utolsót az idei évben, hiszen már számtalan nagyon gazdag és tartalmas kulturális programon vagyunk közösen túl, amit a múzeum dolgozói igazgatóval, Gergő vezetésével megszerveztek. Én ezt ezúton is hálásan köszönöm mindannyiunk nevében, és arra biztatlak benneteket, hogy csak így tovább, mert soha ilyen színvonalas és mozgalmas élete ennek a múzeumnak nem volt, mint amióta ez a csapat állt fel. Ezt szívből köszönöm valamennyi Bonyhádi nevében, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Dömény Krisztina fiával érkezett a rendezvényre. Nagyon sokat tanulhatunk, a gyerekek is, a fiam. Kulturálisan nagyon sokat adnak. Én jól érzem magam nagyon a múzeumokban. Milyen gyakran mennek múzeumokba? Hát milyen gyakran szoktunk? Hát úgy... Három most havonta. Három havonta úgy. Nagyon úgy, három-négy havonta. Milyen múzeumokba járnak? Bármilyenben igaziból. Természettudományi múzeumban is szoktunk, Néprajzi múzeumban. Már voltunk Buszom múzeumban is. Budapestre is felmentünk, mindenfelé. Azt is elárulták, eddig melyik múzeum tetszett nekik a legjobban. Nekem a természettudományi. És miért? Azért, mivel ott egy csomó dolgot meg lehetett tudni állatokról, meg lehetett hallani a hangjukat, látni róla különböző filmeket, meg dokumentumfilmeket, meg ilyenek. Minden évben jövünk. Minden évben, és az unokánk föl fog lépni, táncolni fog. És azért is, legfőképpen. Meg érdekel minden. Megemlékezünk a Szent Iván éjszakájáról, és ilyenkor aztán van a tűzugrás, aztán át kell ugrani, vagy átlépni, kedni a tüzeken, és hát az, hogy bemehetünk a múzeumba, és végignézhetjük a tárlatot. Én is hoztam ide dolgokat, úgyhogy... Mit ajánlott föl? Én megszűnt egy cégünk, és annak a tablóját hoztam el.
A gyűjteménytárak, kulturális intézmények minden generáció számára olyan lehetőségeket biztosítanak, amelyek kulcsfontosságúak az ismeretterjesztésre, a történelmi tárgyak, régészeti leletek bemutatása által. A mai napra különösebben nem kellett készülnünk, hiszen majdnem minden hétvégén fellépéseink vannak. Két bukovinai koreográfiát hoztunk el a mai napra, a gyerek csoport is fellép, illetve a felnőttek egy külön koreográfiával készültek. Én azt tartom igazán fontosnak, hogy a városon belüli egyesületek között jól működjön a kapcsolat, és az, hogy egymásnak segítünk, az oda-vissza működjön. A múzeumok éjszakája pedig minden évben megrendezésre kerülő rendezvény, fontos esemény a városnak, ezért fontos esemény nekünk, és a gyerekek számára is nevelő célzattal lehet. Nyáron egy erdélyi utat szervezünk, Borszék és Csicsó környékére megyünk ki, ahova már viszünk gyerekeket is. Nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjék a kinti kultúrát, hogy mi az, amit mi itthon ápolunk, ezeket a hagyományokat, eljussanak ezekre a helyekre, illetve készülünk a szeptemberre, új koreográfiát állítok össze majd nekik, mert úgy gondolom, hogy szeptemberben, amikor majd újra kis elsős osztályt kapok, akkor kicsit bővíthetjük a csoport létszámát, és új kis táncosok jönnek majd a csoportba. Közelebb. Én Frazon Zsófi vagyok, a Néprajzi Múzeumban dolgozom, múzeológus vagyok, kollégám pedig Zsoldos Anna, ennek a kiállításnak tulajdonképpen a rendezője, kurátora, egyik ötletgazdája. Örülünk, hogy ilyen sokan itt vannak. És a mai, meg az másik épületben való megnyitó, mert volt egy szék a fiataloknak a koreográfiájában, de most ezt a vonalat fogjuk folytatni. A Tűzoltó Múzeum is megnyitotta kapuját, hiszen egy vándorkiállítás várta az érdeklődőket, amelyet a Néprajzi Múzeum munkatársai mutattak be.